Leváltották a Jobbik frakció vezető helyettesét. Ősze Lajost azért meresztették a képviselői csoport éléről, mert a hétvégén a Magyar Nemzetnek nyilatkozva bírálta a párt és a gárda, valamint Budaházy György kapcsolatát. Vona Gábor hangsúlyozta, a gárdistáknak sokat köszönhet a Jobbik, ezért minden hasonló vélemény elfogadhatatlan a pártban és a frakcióban is. Jó reggelt, maradhat Ősze Lajos a frakcióban? Meglátjuk, most megyünk a frakciülésre. Az árt ülésről távozó Ősze Lajos hallgatag maradt. Nem nyilatkozok erről az ügyről most, én már nem nyilatkozok. A verdiktet a pártelnök frakció vezető jelentette be. Vona Gábor közölte, hogy a képviselőcsoport leváltotta Ősze Lajost a frakció vezető helyettesi posztról, de soraiból nem zárta ki. Ősze Lajost a pártból azért nem zárták ki, mert párton kívüliként lett a Jobbik országgyűlési képviselője. Ősze Lajost a pártból azért nem zárták ki, mert párton kívüliként lett a Jobbik országgyűlési képviselője. Zárták ki, mert párton kívüliként lett a Jobbik országgyűlés. Nem nyilatkozok erről az időről most.